Szabó Miklós méhészet beszélgetünk, hiszen nem biztos, hogy ez a nagyon jó idő a méheknek is kedvez. Mit tapasztal? A méhek szempontjából igazándiból nem tűnik egyenlőre veszélyesnek a helyzet. Valójában kimegyünk, szétnézünk, nem tapasztalunk még most olyan rendkívüli dolgokat, tehát őket igazándiból nem zavarja aggasztóbb a természet. Ugye ez a jó idő, ez ugye megindította a természetet. Nagyon sokat aggódunk mi méhészek, ugye nem tudhatjuk, hogy mennyire indul meg, illetőleg milyen hideg vár még ránk, hisz még azért január eleje közepén vagyunk. Tehát akkor a kaptárakban azért még a nagy mozgolódás nem indult meg. Igen, ott tehát még nincs igazán probléma. Valójában annyi recki lehet benne, hogyha egy tartós jó időbe jön, akkor esetleg egy kisebb mértékű fiasítás indulhat el. Ez élelemfogyasztásban nyilván erősebb lehet, nyilván ezt nekünk kontrollálni kell, de egyébként különösebb a méhek szempontjából nagyobb veszély nincs. Akkor nem is kellett most gondolom azért annyit etetni, mint hogyha minuszok lettek volna tartósan. Ezt nem tudhatjuk sose, ugye nekünk már nyár végén benn kell hagyni a telelőjelmet, és nem tudhatjuk sose, hogy milyen tél fog ránk válni, illetve mennyire hosszú az ősz, milyen sokáig fiasítanak a családok, milyen hamar kezdenek tavasszal fiasítani. Tehát nálunk azért egy ilyen egységcsomagnak benn kell lenni gyakorlatilag tavaszig. Az más kérdés, hogy mit mutat majd a tél, mennyire lesz hosszú, mennyire lesz éppen, mint most ugye enyhe, amiből kifolyólag többet is fogyasztanak, hisz az egész kaptárban mozgolódás van, nincs ugye meg a megfelelő hideg, hogy a telelő fült összeálljon, és hogyha esetleg azt tapasztaljuk, ugye, hogy mint ahogy most is, akkor ugye kontrolláljuk, és akkor hamarabb február-márciusban már be kell avatkozni, és de itt télen azért nyugalom van, tehát a télen a nyugalmuk a legfontosabb. A méhek számára nyugalom van, a méhész számára azért nincs, hiszen télen is készülni kell. Hol tartanak most a munkálatok, és mit is kell most csinálni pontosan? Tehát ugye előkerülnek ugye a fiókok, gyakorlatilag már az én kezemben tavaly november-december óta minden fiók megfordult, amiben ugye a méheknek tulajdonképpen a méz készletet raktározzák, ugye ez ilyenkor nincsen kint náluk. Ezeket ugye megtakarítgatjuk, készítjük az újakat, kalkulálunk, fejlesztünk, hogy körülbelül mire számíthatunk, mekkora az állomány, esetleg mennyi bővítést igényel, és ugye minden fiókkal, kerettel, nagyon sok munka, de eznek márciusra kész kell lenni, mert utána már nincs rá idő. Akkor most a háttérmunkálatok folynak, ahogy szép szóval mondanánk, de mire számítanak? Tehát a tavalyi évhez képest most idén lehet-e már kalkulálni, vagy tervezgetni, vagy ez még azért messze van? Hát igen, tehát ez nagyon nehéz kérdés. Nyilván minden bizalmunk benne van az évbe. Én egyébként remélem is, úgy gondolom, hogy egy jó esztendő előtt állunk, de hát ugye ezt majd igazán az időjárás fogja megmutatni, illetve a családoknak az állapota, hogy jön neki a télből. És hát nekünk az a lényeg, hogy mi mindent megtegyünk ahhoz, hogy amikor oda kerülünk, és minden alkalmas időjárás a családoknak a fejlettsége, akkor ugye a legjobbat hozzuk ki ebből az esztendőből. Minden évben szoktunk beszélni a méz értékesítés gondjairól, a külföldről behozott méznek nevezett nem mézről. Tehát most ebben az évben mit tapasztalnak? Hát az a helyzet, hogy valójában ugye mindenhol azt lehet hallani, hogy rengeteg a méhész, ugye én 10 éve vagyok méhész, nagyon sok fiatal kezdőbarátom van, akiket támogatok, segítek. Valójában én is azt gondoltam, hogy rengeteg a méhész, rengeteg a méh család, nagyon sok mézet termeltünk, akár mondjuk a tavalyi évben is, ha más nem, ugye a vegyesvirágról, hisz még márciusban hó esett, tehát a napraforgóról, vegyesvirágról. Ezzel szemben az a tapasztalatom, hogy telefonál a felvásárló, és azt azért mindig jegyezni kell, amikor ugye ők érdeklődnek, hogy akkor bizony azt jelenti, hogy nincs meg az a méz igény, mint amit esetleg ugye ki lehetne vinni ugye a megfelelő, hogy így. Tehát azt akarom az egészből kihozni, hogy valójában nincs, én szerintem most, tehát több mézet is el tudnánk adni. Nincs probléma vele, én úgy gondolom. Tehát akkor a hazai felvevő piac az megvan, és esetleg a külföldről behozott mézet azért, mert az emberek is jobban megnézik, hogy honnan ered, esetleg nem vesznek meg X országból származó méz feliratú mézet, és inkább a magyart keresik, mik a tapasztalatai? Mindenféleképpen egyre nagyobb hangsúly van szerintem a termelői mézen. Minket is az évek alatt, így mondom, ugye a mi kis ennyi pályafutásunk alatt is az a tapasztalat, hogy egyre több az a vásárló, ugye, aki nagy tételbe vásárol, kimondottan a termelői mézet keresi,
amikor ő elviszi és elégedett vele már az ő ismerősei, az ő baráti körei is jönnek hozzánk, úgyhogy mindenféleképpen egyre inkább nekünk is kalkulálni kell, hogy nem csak a hordós lédi értékesítés a lényeges, hanem bizony a kiszerelés is sok-sok vevőigényet kell, hogy kiszolgálja. Akkor reméljük, hogy az enyhe idő jót tesz a méheknek és a méhészeknek is, hiszen elő tudnak készülni, ahogy mondta, azért még van egy jó másfél hónap az önök előkészületeire. Na, azt kívánom, hogy legyen jó év, és akkor majd visszatérünk, amikor kirepülnek a méhecskék a szabadba, hogy hogyan is teleltek. Rendben van, nagyon szépen köszönöm, és hát mondom, hatalmas bizakodással, és hát telefejlemmel, de várjuk készülten a szezon kezdetét.